És ahogy az előbb a vizes világbajnoksággal kapcsolatban is szóba hoztuk a koronavírust, úgy kúszik be a Covid szinte minden beszélgetésbe a pandémia témája, uralja a sajtót, a közösségi médiát és általában a közbeszédet is rengeteg, ugyanakkor az ellentmondásos hír és a téves információ. Az Egészségügyi Világszervezet magyarországi irodája ezért tájékoztató kampányt indított, az egyik részvevő, Majer Péter háziorvos a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért most indít kampányt a WHO, hiszen több mint két éve velünk van a vírus, rengeteg információt lehet tudni. Mi ennek a célja? Hogyan lehet felvilágosítani a lakosságot még inkább? Még talán másfél évvel ezelőtt a WHO vezetői felhívták a figyelmet arra, hogy nem csak a pandémia fogalmával kell megismerkednünk, ezt ma már szinte mindenki tudja, hogy mit jelent, hanem ezzel együtt egy ilyen infomédia, vagy infodémia is kialakult, ami azt jelenti, hogy rengeteg információ ér bennünket, elsősorban a közösségi médián pillanatok alatt hírek, vagy éppen álhírek jelennek meg számtalan témával kapcsolatban, így a Covid-dal kapcsolatban is, és ez félreviszi az emberek tudását, ismereteit, és adott esetben az egészségüket is veszélyezteti azért, mert elhisznek valamit, ami egyébként nem igaz, és mondjuk ezért nem kérnek időben segítséget az orvosuktól, vagy nem veszik fel a védőoltást. Ezt ismerte fel már az elején a WHO. Mostanra eljutott odáig, hogy fejlesztette egy olyan appot, amit bárki letölthet az okostelefonjára, és ez az app nem csak magyar nyelven, hanem egyébként számos nyelven elérhető, és segíti az embereket a tájékozódásban. Ugye a házi orvosok első körben találkoznak a betegekkel, őket keresik meg először. Milyen információkat kérnek, és milyen állinformációkkal, vagy a leggyakoribb állinformációkkal találkoznak, hiszen itt nagyon nagy a szórás sajnos. A WHO Magyarország irodája ugye nem véletlenül kért meg egy házi orvost, egy védőnőt, egy gyógyszerészt és egy tudós szakembert, hogy venjen részt ebben a kampányban, hiszen az egészségügyi szakemberek között is az emberek bizalma leginkább ebben a körben a legmagasabb, tehát az alapellátás szereplői között nyilván tudósok, ők is szerepelnek ezen a listán. És mert hogy azt látjuk, hogy rengeteg a bizonytalanság, nagyon sok a kérdés, vajon lesz-e bajom abból, hogyha felveszem a védőoltást, mi lesz akkor, hogyha nem időben fordulok orvoshoz, mi van akkor, hogyha hirtelen légzési nehézségem van, akkor kihez forduljak, mi van akkor a család egyik tagja hajlandó oltatni magát, a másik meg valamiért úgy arról van meggyőződve, hogy ez egy rossz dolog. Tehát számos olyan gyakorlati kérdés merül föl, amire nekünk bizony választ kellene adni, csak erre nem mindig van idő, energia, és ez a bizonyos applikáció, amit... Mi ennek a neve egyébként az applikáció? Health Buddy-nak hívják, ez egy angol kifejezés, de elérhető, letölthető, és ott kérdéseket is fel tud tenni valaki, hogyha regisztrál, és számos területen oltásról, járvány terjedéséről, megelőzés lehetőségeiről tud tájékozódni. Nagyon fontos kérdés az oltásokkal kapcsolatban a mellékhatásokat rendkívül sokan boncolgatták, és említette a közösségi médiát, elképesztő félinformációk, rémhírek jelentek meg, hogy csipet ültetnek be, hogy megváltoztatják az emberi génállományt, hogy befolyásolni akarják az embereket. Hogyan lehet ez ellen védekezni? Nagyon sokszor el kell mondani az egy dolog önmagában, de valóban itt a személyes példa, vagy a személyes meggyőzés az még erősebb lehet, hogyha önhöz fordulnak, vagy védőnőhöz, vagy olyan orvoshoz, akiben megbíznak. Mennyi idő ez? És hogyan lehet kivédeni ezeket, hogy valaki hallott valamit, és ön megpróbálja elmagyarázni az ellenkezőjét? Számos publikáció jelent meg ebben a témában, így a tudományos világban erről, ezt folyamatosan mérik, és ahogy az elején említettem, hogy egy ilyen infodémia zajlik, és azt figyelték meg, hogy az álhírek azok gyakorlatilag sokkal gyorsabban terjednek, mint mondjuk az Omikron variáns, tehát hogy az pillanatok alatt ugye a különböző közösségi médiafelületeken elterjed, és valóban, ahogy ön is mondja, ha egyszer beépül ez az információ, akkor azzal már nagyon nehéz harcolni, és a WHO-nak a szándék az pont ez, hogy legyen egy olyan felület, ahova fordulhatnak az emberek. Ugye az Egészségügyi Világszervezet az egy évtizedek óta megbízhatóan működő, mindenféle botránytól mentes szervezet, és tényleg mindig a tudomány alapjain állva hoz döntéseket és ajánlásokat a világ összes országa vagy kormánya számára. Tehát ilyen értelemben egy olyan
szervezetről beszélünk, aminek a véleményében, tanácsaiban meg lehet bízni, mert nem, nyilván ők sem tévedhetetlenek, de követik a tudomány aktuális állását, és olyan információt közölnek, amiben megbízhatunk. Gyakorlatilag erről szólna ez a kampány, legyen egy ilyen felület. És akkor a harmadik oltás, negyedik oltás, mondjuk a Covid-nak, a long Covid-nak a különböző tünetei, tehát mindennel kapcsolatban, vagy majdnem mindennel kapcsolatban, amire kíváncsiak vagyunk, ott választ kaphatunk, és hogyha nincsen, akkor fel lehet hívni a házi orvost, és rákérdezni egy specifikus problémára? Ez mondjuk megoldás lehet? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó stratégia. Én úgy tudom egyébként, hogy a WHO tervezi azt, hogy ennek nyomán más témákban is fejlődni fog ez a bizonyos applikáció, tehát egyéb betegségekkel kapcsolatban is majd lehetőség lesz arra, hogy hiteles forrásból tudjunk tájékozódni. A gyermekek esetében is nagyon fontos kérdés a védőoltás, itt is nagyon megosztottak voltak a szülők, hogy adjunk, ne adjunk, ugyanígy ezek az oltásszkeptikusok nyilván itt is harcba lendültek, ha lehet így fogalmazni. Önnek mi a vélemény erről? A gyermekes szülőket hogyan lehet meggyőzni az oltás fontosságáról? Hát azt gondolom, hogy az ember a gyerekért talán még jobban aggódik, mint a saját egészségéért. Itt is nyilván ugye zajlik maga a fertőzés, változik a vírus. Azzal kapcsolatban időre van szükség, hogy pontosan lássuk azt, hogy a meglévő védőoltások azok minden variáns ellen védenek-e. Eddig úgy tűnik, hogy ha nem is az történik, hogy valaki nem fertőződik meg, de a szövődmények azok sokkal kevésbé jelennek meg akkor, hogyha valaki be van oltva. Tehát ilyen értelemben van már egy ilyen tapasztalatunk, és ez már nem is néhány hetes vagy hónapos, hanem hosszabb ideje meglévő tapasztalat. Mindenképpen beszéljenek a gyermekorvossal, kérdezzék meg az ő véleményét, mindannyian mások vagyunk, adott esetben egy gyermeknek lehet olyan betegsége, ami indokolja, különösen indokolja a védőoltást, vagy éppen lehet olyan probléma miatt meg nem ajánlott. Hajer Péter, köszönjük szépen az információt, és remélem, hogy egyre kevesebb oltásszkeptikus majd fog majd önhöz fordulni. Örülök, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm szépen.